1968. augusztusában beszámolók érkeztek Kolozsvártól északnyugatra történt paranormális jelenségekről. A kincses várostól nem messze, ahol a domb mögé a nap megy le, táncoló fényeket láttak az erdőben. Egy arra járó lefotózta, majd a szabad Európa igazolta, és az egész világ szeme rajtunk volt. Lezárták a környéket, hisz nagyon nagy baj történhet, a jó nép az ufókkal megléphet. Nem volt cukor, nem volt olaj, és az állam volt a kocsma tulaj. A zsaruk szemed mindig rajtunk volt. Mindegy figyelt titokban a szenzációra. A körtisztás egy átjáró, egy másik dimenzióba. Hója erdő, rock and roll. Nem féltünk a cukortól. Mi álmodtunk egy világról. A híret hója erdőben érthetetlen dolgok történtek. Párhuzamos valóság, hogy álltak a Dacia-t, de a Mics és a Mustár nagyon finom volt. Mindenki figyelt titokban a szenzációra. A körtisztás egy átjáró, egy másik dimenzióba. Hója erdő, rock and roll. Mi álmodtunk egy világról. Hója erdő, rock and roll. Nem féltünk a zuportól. Álmodtunk egy világról.